Problema Solvenda Romania címen indít középiskolásoknak szóló történelmi versenyt a budapesti Case Solvers és a Matthias Corvinus kollégium. A szervezők részéről Likker Zsuzsa és Géci Renáta a vendégem, akiktől bővebb információkat kapunk a versenyre való beiratkozásról, a kritériumokról, valamint annak várható lefolyásáról is. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük a lehetőséget. Tisztázzuk először a címet. Mit jelent, mit fed a cím, mert ma latintól angolig mindenféle nyelven ejtettük ezt a címet, de nem tudjuk lényegében, hogy mit is jelent. Problema solvenda, vagyis problémát megoldani, eseteket megoldani, és minél egyszerűbb megoldásokat találni egy problémára. Tehát problema solvenda, ennyire egyszerű ez, mi túl bonyolítottuk. És akkor itt van ez a verseny, középiskolásoknak szóló versenyről beszélünk. Mi a célja neki? A célja az, hogy a középiskolások meglássák a mindennapi helyzeteket, akár egy történelmi, már megvalósult eseményben is, és ezeket úgy oldják meg, hogy olyan személyek bőrébe bújhatnak, akik tettek valamit. Tehát történelmi személyiségek bőrébe bújnak, és emeljük ki azt is, ugye, hogy világtörténelemről beszélünk, nem kifejezetten magyar vonatkozású történelem. Nem, világtörténelemről beszélünk, és a kreativitásukat kell felhasználniuk. Értem. Kikre számítotok, kik jelentkezhetnek? Jelentkezhetnek vegyesen 9, 10, 11, 12-es diákok. Különösebb kritériumokat nem szabtunk, ezügyben nem muszáj osztálytársnak lenniük, nem muszáj egy iskolából érkezzenek. Egyéni vagy csoportos? Csoportos, ez nagyon-nagyon fontos, igen, nagyon fontos kiemelni, hogy három fős csapatokat várunk a versenyre, és itt ami nagyon fontos igazából, hogy ők tudjanak nagyon jól együtt dolgozni. Értem, és itt a videófalban meg is jelent a cím, Modellázza Historia, alakítsd a történelmet, és gyakorlatilag ez a cél, ugye, hogy egy picit átgondolni, mi lett volna, ha ez a központi kérdés. Már van tapasztalat, vagy feltételezem, hogy már van tapasztalat, hiszen a negyedik versenynél tartunk. Mik az eddigi eredmények, vagy miben lehet mérni egy ilyen versenynek az eredményét? Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a magyar, mind a román anyanyelvű középiskolás diákok nagyon szeretik ezt a felhívást és ezt a versenyt. Szerepjáték gyakorlatilag. Igen, igen, és olyan készségeket fejleszthetnek, amire mondjuk az oktatásban nincs lehetőség, és ezt tényleg ki szokták használni, évről évre minél több csapat jelentkezik, és minél kreatívabb megoldásokat hallunk mi is, és a zsűri is. Igen, nagyon érdekes volt, mert így utána néztem, és megkérem a kollégákat, azt hiszem, hogy ki is tették már a képernyőre a webhelyet, tehát hogy hol lehet az interneten elérni ezt a Problema Solvenda Romania című versenyt, de hogy olyanokat olvastam, hogy a SWOT elemzésen keresztül prezentációk, kockázatos és kezelésük, tehát hogy mindezeket történelmi vonatkozásba áthelyezve, de egy picit úgy érzem, mintha ha nem is matematika, de a logika biztosan ott van benne, tehát hogy hogyan lehet ezt az eszköztárat vázolni? Igen, benne van az is, hogy ugye a logikai részt, a logikai készségüket fejlesszük, de ugyanakkor a probléma megoldás eszköztárát is felvonultatjuk, online videók segítségével tudják ezt a tudást úgymond elsajátítani a kis videók által, és emellett nagyon érdekes és nagyon szeretik, tehát több célt tűztünk ki magunk elé, több célja van a versenynek. Nem csak a történelmi tudást szeretnénk fejleszteni, hanem főként a különböző készségek fejlesztését is zászlónkra tűztük, ilyen például a probléma megoldás módszertana, és itt jön többször használtuk ezt a szót, hogy probléma megoldási készségeket elősegítendő. Miért érzitek fontosnak azt, hogy a mai fiataloknak meglegyen ez a készségük? Azért, mert ezt a készséget nem csak az iskola során hasznosíthatják, hanem a hétköznapi életben is, és nagyon fontos ugye a továbbiakban is, és azt tapasztaljuk, hogy más keretek között nincs lehetőségük ezt a tudást elsajátítani, és erre nyújtunk mi egy alternatív lehetőséget, játékos módon természetesen, és arról nem is beszélve, hogy a készségeiket is fejleszthetik, döntéshozatali képességet, előadástechnikát és retorikai készséget. Ezek nagyon-nagyon fontosak, és mindig nagyon nagyon sokszor kérik ezt, de felkészítőt úgymond nem kapnak a gyerekek. Így igaz, és milyen jó, hogy vannak ezek az alternatív lehetőségek. Térjünk egy picit ki arra is, hogy
meddig tart a jelentkezés, mi a folyamata ennek a versenynek, hogyha jól tudom, február 24-éig lehet leadni a jelentkezéseket, hol? Igen, pontosan február 24-ig lehet jelentkezni a versenyre, ugye három barát, nem kell osztálytárs legyen, nem kell egy iskolából legyen, de mindenképpen tudjanak együtt dolgozni, alakítsanak egy csapatot, és a honlapunkon lehet egy úgymond Google kérdőív segítségével jelentkezni a versenyre. Február 25-től a bejelentkezett csapatok egészen március 10-ig részt vesznek egy ilyen online képzésen, ahogy már a kolléganőm Igen. is mondta, videók formájában, minél interaktívabb módon, hogy olyan trükköket vagy praktikákat sajátítsanak el ezek által, amiket majd a későbbiekben fel tudnak használni a versenyen. Tehát ez gyakorlatilag egy felkészítő periódus. Itt még nincsen igen. verseny, itt még csak tanuljuk azt, hogy milyen eszközökhöz nyúlhatunk a kreativitásunkat, ugye megtetézendő. Igen, tehát ez van február 25 és március 10-e között. Március 11 és 16-a között pedig az első megmérettetésre kerül sor, ami az online forduló, és itt a csapatok online kapnak logikai és esszé jellegű kis feladatocskákat, amelyeket közösen megoldanak és visszatöltenek a felületre. Ez itt még mind online történik, igen. tehát hogy nem találkoznak a csapatok egymás között, hanem mindenki otthon a számítógépe előtt végzi a saját maga feladatát, visszaküldi azt a elemzésre vagy felülvizsgálatra. Kik vizsgálják felül ezeket a Ezeket nyilván mi vizsgáljuk igen. felül, mi vagyunk úgymond a bizottság. Igen. Annyival kiegészíteném, hogy a gyerekek összeülhetnek egy számítógéphez, sőt, javasoljuk is azt, hogy együtt összeülve otthon egy délután folyamán oldják meg ezeket a feladatokat, mert hát persze több szem többet lát, és többen többre jutnak. Pontozás után derül ki, hogy melyik az a 9 legügyesebb csapat, aki bejut az elődöntőbe, amelyet április 6-án szervezünk meg itt Kolozsváron, és a délután folyamán kerül sor magára a döntőre. Az elődöntőből tovább jutó 3 legjobb csapat méretteti meg magát a szakmai zsűri előtt, és hát itt derül ki, hogy ki a legjobb történelem formáló. És még annyit hozzátennék, hogy nem csak magyar anyanyelvű diákokat várunk erre a versenyre, hanem román anyanyelvű diákokat is. Igen, ezt hozzá én is kérdezni akartam, mert hogy itt ugye Zsuzsa is mondta, hogy román anyanyelvű diákok is részt vehetnek ezen, sőt, hogyan oldjátok meg a nyelvi kérdést, például az elődöntő vagy a döntő esetében? Ez egy nagyon érdekes dolog, és nem csak a verseny, hanem ennek a problémának a megoldása is egy egészen különleges dolog. Szinkrontolmáccsal szoktuk megoldani ezt a fennálló helyzetet, úgyhogy ezáltal mindenki érti ugye a magyar anyanyelvű diákok előadását, a szinkrontolmács románra fordítja, és a románt az pedig magyarra, és akkor így hidaljuk át ugye ezt a nyelvi kérdést. Értem. Itt ugye mondtuk az előbb, hogy nem feltétlenül iskola függő, nem feltétlenül osztály függő, tehát nem kell osztálytársnak sem lenni, akár elég, hogyha egy baráti társasághoz tartoznak a diákok, de hogy a tanárok valamilyen formában megjelennek ebben az ekuációban, vagy sem? Igen, az előző évek tapasztalatára hagyatkozva mindenképpen szeretnénk, hogy kísérő tanár is jelen legyen az elődöntőn és a döntőn. Felkészítheti a diákokat, de akár csak lelki támogatásban is részesítheti őket. Igazából annyira kreatívak ma már ezek a gyerekek, hogy szerintem nem lesz gond, hogyha a kísérő tanár tényleg csak kísér, de nyugodtan lehet felkészülésben is részesíteni őket. Mennyire nehéz a versenyfeladat, vagy mennyire nehezek a versenyfeladatok? Ugye, mint mondtuk, a negyedik ilyen jellegű versenynél tartotok már, azért bizonyára már tudjátok, hogy az előző években mennyire kellett megküzdeni a diákoknak. Nagyon nehéz, tehát hogy egy közepes képességű diák is megbirkózik velük, vagy aztán tényleg géniusznak kell lenni történelemből, hogy részt vegyünk rajta. Nem, egyáltalán nem kell géniusznak lenni. Ezek a feladatok nem annyira nehezek, tehát főleg, hogyha 3 emberből tevődik össze a csapat, ugye mindegyik gyereknek más-más az erőssége, hogyha 3-an összeteszik a tudásukat, akkor abból biztosan jó eredmény születik. Középszinten tényleg ilyen logikai feladatok, szöveges feladatok. Nekem egy picit a kb. Az ilyen negyedik osztály jut eszembe, amikor ilyen szöveges feladatokat oldottunk. Persze nem negyedikes szinten nyilván, de hogy egy picit ahhoz tud
tudnám hasonlítani, és nyilván mini eszé is van, tehát hogy egy picit felkészítsük őket erre az esettanulmány oldásra, egy mini esettanulmányt kapnak, és ott is egy bizonyos idő áll rendelkezésükre, hogy ezt megírják, és akkor ez alapján derül ki, hogy kik a továbbjutó csapatok. Az elődöntőig, ugye, mint mondtuk, minden online zajlik, tehát interneten zajlik, ellenben az elődöntőn és a döntőn, ugye ott a csapatok azért csak találkoznak egymással. Ilyenkor gondolom, hogy azért csak kommunikálnak a diákok egymással. Tehát milyen lehetőséget adtok nekik arra, hogy azért megismerjék egymást, barátságok kötődhessenek, akár román-magyar kapcsolatok alakulhassanak ki? Hát ugye az elődöntő és a döntő az egy napon van, ami idén április 6-án lesz, és tényleg az egész napot arra szenteljük, hogy megismerjék egymás gondolkodását és egymás mondjuk tanulási módszerét. Akár ebédszünetben, akár a szünetekben biztosítunk számukra olyan beszélgetési lehetőségeket, ahol megoszthatják egymással ezeket a gondolatokat. Sőt, volt már olyan helyzet is, amikor mondjuk két egymás melletti városból levő iskola csapata jött el, és nem tudták egymásról, hogy fognak versenyezni, és ott találkoztak, úgyhogy barátságok is kialakulnak, de nyilván azért konkurensek ők még egy ideig egymásnak. Értem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezekről beszámoltatok. Akkor még egyszer elmondom a nézőknek, hogy Probléma Solvenda Romania, tehát, hogy ez a versenynek a megnevezése, és hogy a problemasolvenda.com, ugye jól mondom, ezen a honlapon lehet bővebb információkat találni a versennyel kapcsolatban. Likker Zsuzsának és Géci Renátának köszönöm szépen, hogy itt voltak, és sok sikert kívánok, ugye, mert hogy az javítóbizottságnak is lesz dolga a verseny során. Reméljük, hogy lesz. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük szépen.